19. fejezet. Zongoráján a Dante nagykönyve hevert. Kiedzett versszakokat mutattak a ceruzavonások és a behajtott lapsarkok. A szenvedés nehéz idején valamit kiáltania kellett. A fájdalomnak hang kell, hogy elviselhető legyen. Rengeteg régi jegyzet hevert szanaszéjjel, motivumok alig olvashatóan odavetett ötletei, hangszerelési gondolatok a mű egyes részeihez, egy-egy merészen harmonizált átmenet két hangnem között. Más ezekben nem igazodhatott volna ki. De az ő kivételes zenei emlékező tehetsége minden szelet papír szerepét ismerte, pedig már Voronince óta jegyezgette őket. Rajtam visz át a fájó város útja, a mindörökké tartó szenvedésbe, ahol a kárhozottat átkasújtja. A pokol kapuja előtt hangzik a fájdalmas kiáltás. Háromszoros nekifutással hátborzongató pergés és tompa dobütések között indult el a muzsika a borzasztó mondathoz. Adjatok fel minden reményt, belépők! A fúvó hangszerek általános jajkiáltása közepette, a kürtök és trombiták harsogják a kimondott ítélet szörnyű bizonyosságát, és a hegedűk tremolójának szélviharában újra és újra feldörög a tökéletes reménytelenség. Megnyílik a pokol bámulatos színjátéka. Kromatikusan lefelé haladó, vinnyogó nyögés, jajgatás zagyva orkánját hirdeti a zenekar. A fogcsikorgató dühörgése, ökölcsapások hangja, rekett ordítások forgószele tombol mindegyre erősebben, míg csak a zeneszerző oda nem írja az ötös vonalsor tetejére Allegro Frenetico. Akkor aztán elkezdődik a zenei játék a két pokol motívum egymásba dobásával, fonásával, mesteri váltogatásával, miközben a háttérben minduntalan ott dörög a végzetes Lassate ogni speranza. A sötétség ordító orkánjából elé bukkannak Paolo és Francesca, a klarinét elzokogja szenvedésüket, köröttük hárpák és egedük szeles üvít, de csak hamar elnyomja lírai panaszukat az inferno irtózatos zűrzavara, amelybe egyszer csak beleröhög az ördögök isten káromló vadult öröme. A Faust mefisztója harsogja ezt a röhelyt, az ős gonosz erejének hatalmas tudatában, és könyörtelenül dördül meg befejezésül is a reménytelenség irtózatos harsona szava. Aztán a purgatórium következik. A D-moll helyére a D-dur lép, borzalom helyett a maga enyhítő hatod akkordjával. A szerző papírra is vetette, hogy hogyan hallgassa, aki majd hallgatja. Csodálatosan halk, a lelket megnyugtató zizegés az örök világosságban himbálódzó tengert álmodtatja velünk. Olyan hajó jut eszünkbe, amely tovasiklik a tenger tükrén, és nem hasít hullámot rajta. A nap közelgő fénye előtt még sziporkáznak a csillagok. Az áhítatos csendre fellegtelen kékség borul. Fölötte az angyal szárcsapását véljük hallani, aki ellebeg a végtelenség tengere felett. Az oboa, angol kürt és fuvola halkan leheli a mindenség zenéjét. Aztán felhangzik a bűnbánat zokogása. A zenekarból felmerülnek a Dante költemény 10. énekének megalázkodó képei. Az belső meghasonlás kínjai fúgában folynak össze, és könnyes tisztulásban egyesülnek. Paradicsom legyen-e a harmadik rész címe? Nem. Dante talán megélte magában a paradicsom boldogságát. A megtört, elárult, kifosztott, betegségtől és bajoktól gyötört weimari zeneszerző nem tudott paradicsomot írni. Nem ment a mennybe muzsikájával, a földön maradt és imádkozott az elérhetetlenhez. A harmadik résznek tehát Magnificat a címe. Aki a boldogságot nem merészeli még csak leírni sem, mert az túlságosan fájna neki,
ehelyett megenyhül a szférákba törekvő imájával. De mi legyen a vége? Az imában felüldült ember újra kezdett életének izmos, biztos tettereje valami rengő és dicső fortissimóban. Vagy az ima teljes odaadásának halk elhangzása az éteri fellegek között. Habozott. A hercegnő mindenáron az előbbi befejezés mellett érvelt. Wagner az utóbbit tanácsolta. Franci nem tudott dönteni. Odaírta mind a két befejezést, a neki tetszőt kiválaszthatja minden előadó zenekar. És a mű homlokára odaírta az ajánlást Wagnerhez, mint Vergilius Dantét, úgy vezettél te engem át az élettel itatott hangvilágok titokzatos vidékein. Szívem legmélyéből kiáltom hozzád, tu sei il mio maestro, il mio autore, és változhatatlan hű szeretetben neked ajánlom ezt a művet. Ezen dolgozott a mise óta. Ebbe írta bele csalódásainak minden pokoli fájdalmát, ebbe vallotta meg önmagának emberi gyarlóságát, ebben bánta meg százszor és százszor a húsz szavának való engedelmességét, ebben menekült megkönnyebbülve a gyakori imádság gyermeki tisztaságába. Más embernek érezte magát, amikor az utolsó hangjegy fejet leírta. A szenvedés, megbánás és felemelkedés Dantei világát járta végig. A lélek olyan tájait látta, amelyek csak nagyon kevesek előtt válnak láthatókká. A pesti franciskánusoknak, védőszentje kedves szerzeteseinek konfrátersége sohasem ment ki az eszéből. Tudta jól, hogy ez a terciárius szerzetesség nem jelent többet, mint bármilyen más testület tiszteletbeli tagsága. De senkinek meg nem vallottan magában úgy tekintette ezt, mint jelképes menekvést világi bajai közül. Most már sokkal nagyobb türelemmel tudta bajait viselni, és most már olykor az az öröm is felkereste, hogy Kozimáék nagyon boldogok voltak, és örvendeztető hír jött Blandintől is. Titokban már régóta tetszett neki egy fiatal ember, Emil Olivier-nek hívták, tehetséges és igen becsvágyó, fiatal ügyvéd volt. Jó külsejű, tagba szakadt legény. Anyja ügyesen megcsinálta ennek az érdeklődésnek útját. A fiatal ember is tüzet fogott, és Franci egy szép napon levelet kapott, amelyben engedelmét kérték ehhez a házassághoz. Dagulné és Blandin Firenzében voltak. Oda jött a kérő, ott szándékoztak az esküvőt is megtartani. Mint gondos apa, Párizsba fordult alapos információkért, a válaszok Olivier-t elsőrangú és nagy reményekre jogosító fiatalembernek írták le. Ő tehát boldogan adta beleegyezését, annál boldogabban, mert Marinak is megadhatta azt az elégtételt, hogy ezt a leányt ő adta férjhez. Az esküvőt meg is tartották Firenzében. Ő nem ment el, még mindig nem volt teljesen egészséges, azon kívül Marival nem sok kedve volt találkozni. Mindkét leánya boldogan ment férjhez néhány hónapon belül, az ő dolga pedig sehogy sem akart rendbe jönni. A konok pétervári főpap Hotyonyevszki már harmadszor utasított el az egyházi vállás véget benyújtott kérelmet, illetve szabatosan szólva elutasította felvételét annak az eljárásnak, hogy a hercegnő házasság kötése érvénytelennek mondassék ki. Mást nem lehetett tenni, mint új ügyvédek és egyházjogászok segítségével negyedik beadványt csináltatni a siker minden reménye nélkül. Ezen az őszön az új cár eljött Weimarba. A nagyherceg, aki sokat tartott külpolitikai képességeire, már régebben előadta Francinak azt a tervét, hogy Ferenc József és Sándor cár között közvetíteni fogja a kibékülést.
Ausztria ugyanis a krími háborúban bámulatos hálátlansággal hagyta cserben azt az Oroszországot, amely a magyar forradalom véres eltiprásával a Habsburg trónt megmentette. A két dinasztia közt meglazult a viszony. Az ifjú nagyherceg azonban addig levelezett, ügyeskedett, sürgetett, amíg elérte az elérhetetlent, a két hatalmas uralkodó eljött Weimarba. Francia császár találkozó előtt felkereste a nagyherceget, és megkérte, hogy az annulláció dolgában szóljon a cárnak. Annak egyetlen hatalmi szavába kerül Hotyonyevszki metropolitánál elintézni a dolgot. Fenség, ez az ügy kezd nevetségessé lenni. Sein Wittgenstein herceg protestáns ember, és a polgári válás kimondásával szabad ember lett. Most már meg is házasodott. Tudom, elvette a Suvalov hercegék nevelőnőjét. Úgy van. Az egyház írott szabályai szerint azonban a hercegnő még mindig feleség, mert katolikus. Kérdem felségedet, józan észre lehet ezt emberi helyzetnek nevezni? Kedves Liszt, engem nem kell meggyőzni. Én protestáns vagyok. A cár őfelségénél szóba hozom a dolgot, ezt megígérhetem. De nézze, magunk között vagyunk. Olyan fontos maguknak ez a házasság. Hogy a hercegnőnek fontos, azt még értem. De miért olyan borzasztó fontos magának? Mert úriember vagyok, felség. A nagyherceg válaszolni akart valamit, de inkább nem szólt. Kegyelemben elbocsátotta kedvelt hívét. A császár találkozó megtörtént, de a weimáriak keveset láttak belőle. A három fiatal uralkodó a palota zárt ajtai mögött tárgyalt. Semmi nagy parád és semmi díszfelvonulás. Franciék egyik uralkodót sem látták. És a magas vendégek elutazása után a nagyherceg közölte Francival, hogy beszélt a cárral, az feljegyezte a dolgot és megígérte jó indulatát. Nagy reményeket azonban ne fűzzön, ehhez tette hozzá. Én ismerem az ügyet orosz megvilágításban. A metropolita teljesen a Wittgenstein rokonok pártján van. Míg ő él, a dolog alig ha lesz kedvezően elintézhető. Viszont, hogy valami kellemeset is mondjak. Említettem magát Ferenc József őfelségének, és kifejtettem előtt, hogy maga itt milyen rendkívül hasznos munkát teljesít. Őfelsége jól emlékszik magára, általában hihetetlen emlékező tehetsége van. Említette, hogy magyar arisztokraták mozgalmat indítottak a maga legfelsőbb kitüntetése érdekében. Az a benyomásom, hogy őfelsége helyesli a gondolatot, de a főudvarmesteri hivatalnak egyelőre kifogásai vannak. Végeredményben ez a bécsi dolog jól áll, de a pétervári sikerrel ne áltassa magát, az nem fog menni. Franci hazavitte a hírt, az ellenkezőjét adta elő. A hercegnőt minden rossz újság beszámíthatatlan kétségbeesésbe döntötte. Ez is leverte volna a lábáról. Csak reményt volt szabad adni neki, folyton reményt, reményt. A 10 év óta vőlegénykedő férfi végtelen türelemmel és gyengédséggel vette körül. De szívének azt a részét, amelyben a szerelemnek volt a helye, már majdnem felszabadultnak érezte. Egy napon Ágnes megérkezett Weimarba. Néhány napot akart tölteni mestere közelében, elég jó színben volt, tüdeje mostanában jól viselkedett. A Franci leveleiből, amelyek sűrűn követték mindenhová, pontosan ismerte az Altenburg lakóinak helyzetét, és most már nem éreztek lelkiismereti gátat maguk között. Franci bajtársi hűsége a hercegnő iránt erősebb és önmegtagadóbb volt, mint valaha, de szerelmi hűsége már nem volt sehol. Ágneshez írott, és Ágnestől kapott levelei pedig a végsőkig fűtötték vágyát, hogy szimfóniája Gréthenjét karjába zárhassa. Egymásé illettek, nem egy gyenge perc önfeledtségében,
hanem helyzetükkel és minden érzésükkel számot vetve. Néhány napi bujkáló boldogság után Ágnes elutazott, és leveleik a régi bensőséggel váltogatták egymást. Franci olyan férnek érezte magát, aki megadja élettársának, ami élettársáé, és megadja vágyának, ami vágyáé. De érett férfikorának ez a dédelgetve rejtett boldogsága csak kedves napsütést adott őszi borújának. Újongó nyarat már nem. Hajdani jókedve eltűnt, kedélyét a támadások és a meg nem értés fájdalma nyomta. Tűnődő lett, keveset mosolygó, emberektől visszahúzódó. Akikkel Weimarban tanítványain kívül érintkezett, azokat ujjain meg tudta számolni. Ezek között volt Dingelstedt, akit hosszú évek küzdelmei után végre be tudott szorítani a Weimari Színház vezetőségébe. A nagyherceg végre meghívta intendánsnak. Dingelstedt tűzzel vassal fogott neki a rendcsinálásnak, mindjárt az első hetek alatt számos kérdésben más nézeteket vallott, mint Franci, és nem is adta be a derekát. Ez Francinak inkább tetszett, mint nem. Jobban szerette Védencét gerinces és céltudatos embernek ismerni sem, mint olyannak, aki hálából megtagadja saját meggyőződését. És a színház most már alig is érdekelte. Egyszer-kétszer még megkísérelte a nagyhercegnél, hogy a tetralógia bemutatását kivívhassa. De ehhez annyi pénz kellett volna, hogy nagy álma megvalósulásáról maga is kezdett végleg lemondani. Sőt, lemondott maga Wagner is. Befejezte a megzenésítést, a hatalmas munka mind a négy operája készen állott, de hogy színre hozassa, arra most nem is gondolt. Hitt abban, hogy majd jön valami csoda. A Nibelung ringet szépen félretette ennek a csodának elérkeztéig. Már új darabon törte a fejét, a legenda egyik alakjáról, Tristánról akart operát írni. Franci tehát csak annyiban érezte fontosnak a színházat, hogy Berlioz-t mennél gyakrabban szerepeltesse, és ha tehetséget lát az új zenében hívő fiatalok között, annak nyilvánosságot adhasson. Mint a fiatal Cornéliusnak, aki most dolgozott sokat ígérő operáján. Különben visszavonult, mint odvába a sebzett állat, és mindennapi postájában mindenek előtt a gyermekeitől érkező leveleket kereste. Különösen Dániel miatt aggódott, aki általában jól érezte magát, de alattomos lázai minduntalan felbukkantak. Az orvosok nem tudtak tüdejében találni semmit. A Dante szimfóniát, amelyet azóta folyton csiszolgatott, sőt, egy új tétellel is kiegészített, Dresdába vitte bemutatni, most már inkább becsületből sem, mint az új zenéért folytatott küzdelemből. Hogy a közönség és a kritika mit mond, azt már inkább kényelmetlen bosszúsággal várta sem, mint érdeklődéssel. Inkább csak maga szerette volna zenekari tolmácsolásban hallani a szívéhez nőtt művet. A szimfónia egyáltalában nem tetszett a dresdai közönségnek, megbukott. Nem ugyan botrányosan, de félreérthetetlenül. Bülovék is jelen voltak, a hercegnő is, a hangverseny után összevesztek. Megmondtam, idegeskedett Hans, hogy a Dantét nem szabad ennek a bukásnak kitenni. Hetekig rimánkodtam, hogy ne engedjük ki Dresdában, de a hercegnő igenis, vágott közbe Karolin indulatosan, én azt álmodtam, hogy a partitúrát angyalok vitték. Arról nem tettek a franci nem hajlandó Tausigot kitenni a házból. Hogyan függ ez össze Tausiggal? Tausig rossz csillag alatt született, bajt hoz a házra, minden szerencsétlenség onnan van. A férfiak összenéztek. Cosima titkon intett férjének, hogy hagyja abba. A hercegnővel, ha a bogarait előhozta, nem lehetett komoly dolgokról vitatkozni. Ki kellett lesni nyugodt idegzetű óráit, akkor ítélete gyors volt, éleseszű és biztos.
Nem is tudott bánni vele senki, csak Franci, aki kimeríthetetlen türelemmel alkalmazkodott hozzá. Most is elvágta a vitát, legyintett. Hagyjátok, az én országom nem e világból való. A sajtó csak alkalomra várt, hogy lecsapjam. Ez a dresdai hangverseny olyan volt, mintha Franci nyitott mellel szaladt volna bele a kivont kardba. Most már a legvadabb támadások mellett új hang kelt fel ellene. Humoros alakgyanánt kezelték, akinek zenei esztelenségein jóízűen lehet mosolyogni. Ez már túlhaladta béketűrését. A csapásokat állta, a megaláztatás nem. Fickók, akik rendesen írni is alig tudtak, kedélyesen beletörölték tehetségtelen tollukat. Bezárkózott, ha az ilyesmit elolvasta, sápadtan, mint a fal, ökölbe szorított kézzel keményen összeszorított foggal rót a szobáját, amíg heve le nem csillapodott. És gyakran állott a tükör elé. Egy idő óta rohamosan őszülni kezdett a haja. Nem ritkult, dús maradt, de szőke szál már igen kevés akadt benne. Szemölcsei egyre élesebben ültek ki hajdan oly síma arcára. Szája mellett két mély ránc képződött. Arckifejezésében valami élesen rajzolt, kemény kínzottság jelent meg. De nem hagyta magát. Megrázkodott, mint az oroszlán, hogy lehújjanak sörényéről a bogáncsok. Nagy lélegzetet vett, és az asztalra ütött. Nem, nem, és nem. A harcot nem szabad abba hagyni. Egyre biztosabban és tisztábban érezte élete nagy értelmét. Ő céllal küldetett a földre. Ha nem évezredre, akkor az évszázadra szóló céllal. A világnak új zene kell, és erre az Isten őt jelölte ki minden kínlódáson és szenvedésen keresztül. Már is új munkába kezdett. Jegyzetei közt néhány emlékeztető sort talált Warburgról. Szent Erzsébet története méltó feladat volt muzsikája számára. A jóság szent asszony, akinek kötényében rózsákká változik a rajta kapott alamizsna, szép gondolat, amely magától muzsikálja a csodát. Méghozzá szelíd, jóságos szent magyar volt. Érdeklődni kezdett a türingiai várúrnő irodalma iránt. Meghozatta Montalembert könyvét Szent Erzsébetről, elment megint Wartburgba, megnézte a szent életéből vett freskó jeleneteket, és kihallgatásra jelentkezett a nagyhercegnél. Az elhanyagolt Wartburgot rendbe kellene hozni, és nagy ünnepség keretében átadni a nyilvánosságnak. Az uralkodónak tetszett a gondolat. A hercegnő meg éppen úgy el volt ragadtatva tőle, hogy örömében síró görcsöt kapott, mint mostanában mindig, ha valami nagyobb benyomás érte. Túltelt lelkesedésében erőszakkal magának követelte azt a feladatot, hogy szövegírót keressen, aki a wartburgi freskók alapján cselekményt állítson össze. Levelezésbe is ereszkedett valami Roquette nevű író, valakinek Franci hírét sem hallotta. Roquette eljött Weimarba, bemutatkozott Francinak és elmondta elképzeléseit. Ezek Francinak egyáltalában nem tetszettek. Ő Szent Erzsébet magyarságát akarta főként hangsúlyozni, más részről a műfajjal még nem volt tisztában, amelynek keretei között kedvel dolgozhatott volna. De nem akarta Karolint izgatni. Végre is úgy segített magán, hogy Roquette minden sorát maga írta át. Az belement minden változtatásba, csak az volt a fontos neki, hogy a Liszt névvel együtt szerepelhessen. Franci pedig nekifogott a zenei legendának. Csak azért is. És ha Európa minden lapja, minden nap lenyomtatja is, hogy a zeneszerzéshez nincs semmi tehetsége, ő csinálja tovább a maga dolgát, ahogy Isten tudnia adta. Dacolta mindenséggel, és a mindenség csak ugyan visszahőkölt ettől a dactól, amely Fafner erejét hordta egy grállovag átszellemű tisztaságában. Vagy egy szerzetesében.
mert a pesti ferencrendiektől megjött a hivatalos értesítés, hogy felvették a rendbe konfráternek. Ennek szertartását semmi módon nem akarta elmulasztani, elhatározta, hogy elmegy Pestre, mégpedig Prágán és Bécsen keresztül. Egy elszánt prágai karmester, Wildner nevezetű, mindenáron be akarta ott mutatni a Dante szimfóniát az egész világ ítélete ellen. Bécsben pedig kitűzték az esztergomi misét. Megérkezett Prágába, magával vitte Tausigot is, a csoda gyereket. A próba kitűnően ment. Wildner igen kedves szerint való muzsikusnak bizonyult. Próba után beültek egy kávéházba, hogy néhány részletkérdést még megvitassanak. Egyszer csak egy nagyhasú, kopasz ember odalépett az asztalukhoz. Beck! Kiáltott Franci meglepetve. Maga az? Hát mi az ördögöt csinál itt maga? Az volt testi valóságában. Beck, a volt weimari tenorista, az első Lohengrin. Már akkor nagyon testes volt, most meg nem egy hattyú, de egy bika is alig tudta volna elvontatni. Tausig hangosan vigyorgott rajta, mert igen neveletlen kölyök volt. Én itt kávés vagyok, kérem. Ez a kávéház az enyém. És azért jöttem ide, hogy megköszönjem doktor úrnak a kávéházamat. Ha doktor úr engem akkor el nem üldöz Weimarból, most is rosszul fizetett tenorista vagyok. Ehelyett úgy élek, mint a hal a vízben, és már vásároltam egy bérházat. Mert ön üldözött el engem, ne is tagadja. Na, a szó erős, kedves Beck. Én tiltakoztam a maga vezető szerepekben való szerepeltetése ellen, mert nagyon szép hangja volt, de a megjelenése kevés illúziót keltett. Színészi tehetsége pedig, valljuk meg, rettenetes volt. Kisebb szerepekben tőlem még most is játszhatnék Weimarban. Isten őriz, hát nem való nekem a színház. Akkor tettem bolondot, amikor cukrászlegényből színész lettem. De azt a Lohengrint, azt sohase felejtem el. Úgy szittem akkor a zenét, mint a bokrot. Most már tudom, hogy az gyönyörű zene. Franci felugrott és megölelte a másfélmázsás Lohengrint. Meg is csókolták egymást. Az ezüst sisak helyett hímzett sapkát hordó ember szemét törölgetve ment vissza dolga után. Franci pedig örömmel ütött a Wildner vállára. Ez jó jel, öregem, meglátja, siker lesz. De kezdek babonás lenni, ami nagy szégyen, de az első Lohengrinnel találkozni most, hát az csak nagyon jó jel lehet. A jó jel bevált. A Dante szimfónia csodálatos képpen nagyon tetszett Prágában. Annyira tetszett, hogy a Paolo és Francesca részleténél az elragadtatott sokaság beletapsolt a zenébe. Tausig az A-dur zongoraversenyt játszotta elképesztő tudással és erővel. Az emberek úgy tapsoltak, mint a bolondok. A sajtó kitűnően írt. Pár nap múlva még egy hangverseny következett, Tasso szimfónia, Esdur zongoraverseny, még nagyobb siker. A Tasso szimfóniát meg kellett ismételni. Mondd meg a hercegnőnek, mondta Franci Tausignak, mikor vonatra tette, hogy haszontalan rossz kölyök vagy, de óriási sikered volt, és hogy a gyerek szemtelenül kedélyesen nézett fel rá, és hogy a mesternek szerencsét hoztam, akármilyen mérges is érte a hercegnő. Franci barackot adott neki, és nevetve feltuszkolta a vasúti kocsiba. Aztán maga is elutazott Bécsbe. Ott Eduard és Dániel várták az állomáson. Percekig ölelgette őket nagy örömében. Dánielt eltolta magától, hogy jobban lássa, aztán megint megölelte. A fiú nem volt rossz színben, de apja túlságosan törékenynek, légiesnek, fáradt mozgásúnak találta. A bérkocsiban az volt az első kérdése, hogy mit mond az orvos. Az orvos bizony megállapított valami rendetlenséget az egyik tüdőcsúcsban, de a dolog nem súlyos, a fejlődő szervezet ki fogja nőni. Apa és fiú egymás kezét fogták és nem eresztették el. August megjött,
kérdezte Franci Eduárdot. Csak holnap jön. Hanem hallod-e bámulatos, hogy mennyi kínlódás előzte meg ezt a misét? Emlékszel rá, mit mondtam neked, hogy az udvarral ne roncsd el a dolgodat. Hát hallgass meg, mi történt. Kiválasztottunk 4 szólistát, azok örömmel vállalkoztak. Ezelőtt egy héttel kétségbeesve jöttek hozzám, hogy az intendáns Lankoronszki gróf nem adott nekik fellépési engedélyt. Hát erre még nem volt példa, hogy operai tagokat ne engedjenek ünnepi misén énekelni. Szaladok az intendási hivatalba, hogy ez micsoda félreértés, a gróf nem volt ott, de helyettesével beszéltem. Azt mondta, hogy ez egyáltalában nem félreértés. Te megtagadtad fellépésedet egy udvari hangversenyen, ők nem adnak neked udvari énekeseket. Megpróbáltam mindent, hiába. Felhozattuk a szólistákat Pestről, azok tudtommal elég jók. Nincs semmi baj, a mise meg lesz. Dániel ránevetett apjára. Latinul énekelnek a magyarok is. A jóisten pedig szereti a latin nyelvet. Te bolond fiú, te szólt Franci magához szorítva a fiút. Hát a magyar nyelvvel hogyan vagyunk? Ó, köszönöm, elég jól megy. Mindent értek, és valahogyan beszélni is tudok. Majd beszélek a magyar szólistákkal, hogy maga hallja, jó? Megérkeztek a Schottenhofba. Henriett friss kávéval és kuglóffal várta őket. A kis Liszt Ferenc ott totyogott az üdvözlésnél, és mindenáron keresztapja nagy hajába akart markolni. Sokat nevettek rajta. És még le sem nyelték a kávét, már jött a vacsora. Mindenki bőven evett, csak Dániel piszkált étvágytalanul az ételben. Jaj, a sírba visz engem ez a fiú, panaszkodott Henriett. Hát nem akar enni. Akármit főzök, neki nem eszik. Én nem is tudom, hogy miből él, folyton csak tanul. Holnap hívassátok el nekem az orvost, szólt Franci elkomolyodva, beszélni szeretnék vele. Aztán jött a családi kérdezősködések végtelen sora. Kozimájék, Blandin házassága, az Esztergomban megismert Hennig Alajos, Liszt nagymama párizsi levelei. Francit megint megcsapta a családi érzés meghitt varázsa. Most fia is itt volt vele. Olyanokat gondolt magában, hogy bár ez az este soha meg ne szűnne, ahogy itt ülnek a lámpa enyhe fénye körül, és szeretteikről beszélgetnek. Sehol semmi pontján a világnak nem érezte még magát olyan jól, mint most Dániel mellett. Az orvost másnap elhívatták, az nagyon határozatlanul beszélt. Ingatag tudománya nem tudott biztosat mondani semmit. Csak azt hangoztatta, hogy közvetlen veszedelem nincs, és fontos, hogy a fiú jól táplálkozzék. Az ilyen 17 éves fiúk mind erős fejlődésben vannak. Nem kell megijedni, a fejlődés kissé meghúzza őket. Franci megköszönte a felvilágosítást, és úgy, ahogy megnyugodott. Ez volt legfőbb gondja, most következhettek a hivatalos ügyek. A mise kitűnően sikerült. August Báron kívül sok más ismerős is feljött Bécsbe megint meghallgatni, de August nem csak ezért jött fel. Félrevonult Francival és elmondatta magának a főudvarmesteri hivatallal történt baleset pontos részleteit. Akkor beültek egy 2 lovas bérkocsiba és elhajtattak a burghoz. Ott August kiszállt. Te maradj lent és várj meg a kocsiba, 1 órán belül itt vagyok. Lent is volt már 1 fél óra múlva, arca ragyogott, beült a kocsiba, oda kiáltotta a Schottenhofot, a kocsi csattogva megindult, August pedig kezét nyújtotta. Gratulálok, lovagúr! Tessék! Mindent elértünk, mindent! A főudvarmesteri hivatalban 5 perc alatt elintéztem a félreértést. Egy nagyképű ember fontoskodása csinálta az egész bajt. Amikor most elmondtam, hogyan történt a dolog, azt mondták, hogy így már egészen más, és neked igazad van. Ez 1. Erre azonnal megoldódott a másik kérdés is. Feliratkoztam nevedben kihallgatásra, mert meg akarod köszönni ő felségének, hogy kegyeskedett a mise állami kinyomtatását elrendelni.
Holnap után délben 1:20 meg fogsz jelenni a császár előtt. Az öltözködésre való előírást külön megkapod még ma udvari futárral, ez 2. Harmadszor a kihallgatás alkalmával ő felsége közölni fogja veled, hogy neked a vaskorona rend lovak keresztjét adományozza, tudja. Tudod, hogy ez mit jelent? Nem. Ez a császár nyelvén felhívás keringőre. A vaskorona rendet csak nemes ember viselheti, aki tehát nem nemes és mégis megkapja, az folyamodhatik nemesítésért. Tessék, ennyit végeztem, Herr von Liszt, és most még egyszer gratulálok. Franci nem jutott szóhoz, csak bámult barátjára és szorongatta a feléje nyújtott kezet. Igaz ez? Hebegte végül. No, hallod? Hát ilyen dolgokkal csak nem fogok tréfálni, hanem valamit még akarok mondani. A te családod, úgy hallottam, régi nemességgel rendelkezik. Te magad említetted, hogy családi hagyomány szerint rokonságban vagytok azzal a bizonyos Báró Lisztius családdal. Ennél fogva most vedd magadnak a fáradtságot, és nézz szét a rokonságban, hogy milyen okmányokat tudsz erről felhajszolni. Mert ha találsz valamit, akkor nem a nemesítést fogod kérni, hanem a hivatalos kifejezés szerint régi nemességed megerősítését, a sokkal előkelőbb. Na, mit szólsz ehhez? Francia fejét rázta. Nem. Nem ez az előkelőbb. Szerintem nemessé lenni nagyobb dolog, mint a papa nevét örökölni. Ha tőlem függ, én azt választom, hogy én, Liszt Ferenc, a magyar zeneszerző, én kapjak nemességet. De neked ezt hogyan köszönhetem meg, mondd? A barátságod valósággal lesújt. Egy élet nem elég ahhoz, hogy leróljam neked, amivel a mise dolgáért, és most ezért a nagy örömért tartozom. Szó sincs róla, hát vagy van barátság, vagy nincs. Na, nem engedem, hogy ezt többször említsd. Harmadnap délben 1:00 Franci az előírt frakban a burghoz hajtatott. A palotaőrnek felmutatta meghívóját, megmutatták neki az utat, végtelen lépcsők, folyosók, szőnyegek, testőrök. Lépésről lépésre a Habsburg hatalom óriási erejének érzése. Járt már ebben a palotában, de akkor nem érezte, amit most érzett. A fiatal császár egyéniségének felmérhetetlen hatását. Ez a 28 éves fiatal férfi, aki már 10 óta ült a trónon, óriási palotája legszélső zugaiban is ott kísértett félelmetes hatalmával. A szabadságharc tábornokait kegyetlenül kivégeztette, a bécsiek pedig imádják. Esztergomban előkelő magas mágnások nem juthattak asztalához, őt pedig most ki fogja tüntetni. Milyen ember ez? Jó vagy szívtelen? Halk feszült izgalmú előszobába került. Nehéz szőnyeg, pazar, falak. Testőrök. Suttogó udvari urak. Egy szolgálati jelvényes tiszt odalépett hozzá és a belépést magyarázta. Egy kabinet irodai tisztviselő gondosan végignézte tetőtől talpig, hogy öltözködése megfelele az előírásnak. Rendjeleit, amelyeket mind felrakott, egyenként ellenőrizték. Mások is, kihallgatást várók, topogtak és várakoztak. Még 3 voltak előtte, aztán 2, aztán egy öreg katonatiszt, az is kijött, most gyorsan. A napos dolgozó szobában ott állott a császár. Szőke ember, karcsú, kékszemű, átható pillantású. Hálásan köszönöm felségednek, hogy esztergomi misémet államköltségen kinyomattatni kegyeskedett. Igen, felelte rögtön Ferenc József. A Szent Mise áldozat zenei kísérete megnyerte hajlandóságomat. Ön állandóan Weimarban működik? Ott, felség. A 48-as időkben hol tartózkodott?
Akkor már Weimarban voltam, felség. A weimári nagyherceg őfensége említette nekem, hogy ön ott milyen közhasznú munkát teljesít. Azon kívül, mint zongoraművész is, ön szép sikereket ért el. Elismerésem jeléül önnek vaskorona rendem lovak keresztjét adományozom. Mély hálával köszönöm felséget kegyét. Minden erőmmel azon leszek, hogy további működésemmel felséget kegyességét kiérdemeljem, és hazámnak dicsőséget szerezzek. A hazám szónál. A kék szempár kifejezésében, mintha valami hideg kutató szín villant volna meg. De a császár nem szólt többet. Nem beszélgetett, nem érdeklődött. Olyan nyelven beszélt, mint egy akta. Szobra volt önmagának. Odakint nyeldeklő izgalommal sápadtan botorkált az ajtó felé a következő. Még el kellett mennie a kabinet irodába, ahol aláírás ellenében átvette magát a rendjelet, és a hozzá mellékelt hosszú szabályzatot. Amikor itt elkészült, hintóba vágta magát. 1:45-kor kellett tisztelegnie Bach bárónál. August előző nap késő este verte fel Eduard házát azzal a hírrel, hogy ezt a kihallgatást is nyélbe ütötte. Ez már nem volt olyan ridegen, felséges 2 perc, és nem is 2 perc volt, hanem jó fél óra. Bach báró soron kívül fogadta, mert korábban érkezett. A várakozók kissé mormogtak mögötte. Elegáns, finom ember volt a báró, első pillantásra nem látszott másnak, mint előkelő államhivatalnoknak. Szalon mozdulattal mutatott helyet, szivart tolt oda. Hálás köszönetemet jöttem kifejezni, kegyelmes uram, hogy a misém kiadására vonatkozó dolgot támogatni méltóztatott őfelségénél. Nem jár nekem köszönet, kedves tanácsos úr. A báró titkára nyilván számon tartotta az ő Hohenzollern-Hechingeni Hofrá címét. A felséges úr ezt saját elhatározásából akarta. De hálás vagyok az alkalomnak, hogy önnel megismerkedhetem. Magam is zenész vagyok, ha az ön jelenlétében valaki zenésznek nevezheti magát, és sok gyönyörű percet köszönhetek önnek. A misétől el vagyok ragadtatva. Ott voltam. Az a krédó, annak a hitnek hatalmas ereje, hát ahhoz csak gratulálni lehet. Hova utazik Bécsből? Pestre. Á, Pestre. Ön magyar születésű osztrák, nem de? Nem, kegyelmes uram, én magyar születésű magyar vagyok, bár az osztrákokat szívből szeretem. Anyám kremszi leány volt. A báró arcán savanykás mosoly futott keresztül. Az én politikai felfogásom, amelyet ön talán nem ismer, az egységes monarchia. Mi őfelsége jogara alatt valamennyien egyazon birodalom alatt valói vagyunk. Nézze, ön okos ember és világlátott ember. Hát nem jobb az önfajtájának megtartani nyelvét, sajtóját, közművelődési szabadságát, rendes hétköznapi életét és felvirágozni egy nagyszerű császár bölcs uralma alatt? Kegyelmes uram, én nem foglalkozom politikával. Hazámtól távol élek, én nem tudom, hogy Pesten mi van és mi nincs. A francia politikáról még ma is többet tudok. Ahhoz csupa személyes összeköttetés fűz. A maihoz is? Kit ismer például? Magát a császárt. Még a régi időkben megismerkedtem vele Londonban, egyszerű Bonaparte korában. A császárnéval is volt szerencsém Madridban találkozni. Még leány volt akkor, Montijo grófné udvarhölgy leánya. Hogy milyen meghökkentő szépnek találtam, én ma sem felejtem el. Szép, de a milyen kis gyönyörű, nem találja? Erzsébet őfelségével még nem volt alkalmam találkozni. De egy hölgytől, aki diplomáciai körökben nagyon ismerős, hallottam, hogy őfelsége nem csak elragadóan szép, hanem hír szerint elragadóan kedves is.
Ki az a diplomata hölgy? Excellenciát aligha ismeri. Agnes Street Clintworth. Nem ismerem? Tehát mennyire ismerem a szép Agnest? Az apja Metternich alatt szolgált, és most Brüsszelben van, nem? Hát hogy ne ismerném? Sajnos csak futólag. Tanácsos úr, hol találkozott vele? Nekem tanítványom volt. Most is találkozunk, olykor kitűnő zongorás, a rapszódiámat egészen jól lejátsza. Rapszódiák, elragadó szépek. Elkezdtek zenéről beszélni. Jó sokáig. A kihallgatás 2:30-ig tartott. Amikor Bach báró végre kikísérte látogatóját, így szólt hozzá. Pesten mondja meg a magyaroknak, akik gyűlölnek engem, hogy rossz úton vannak. Nekem van igazam, és nem nekik. Ők is csak egy erős monarchiában lehetnek erősek. A monarchia pedig csak egységesen lehet erős. Nehéz választani, kegyelmes uram, hogy az ember erős legyene, vagy magyar. Ön már választott, tanácsos úr. Ön mind a kettő. Ha megint Bécsbe jön, el nem ulasszom felkeresni. Szeretném megismételni ezt a rendkívül kedves órát. Ez az az emberevő, akit Pesten szeretnének megfojtani. Franci elcsodálkozott. A bárót rendkívül kedves embernek találta. Talán, ha le lehetne ültetni külön-külön minden magyarral, abból kisülne valami. De véleményt nem tudott formálni a politikáról. Csak homályosan érezte, hogy otthon, Pesten valami mély és igaz fájdalom zokog a föld alatt. És annak a homályos fájdalomnak mégis jobban tudott hinni, mint a kedves Bach bárónak. A nemesítésre vonatkozó kérvényt August útmutatása szerint megírta, aztán az Eduard család nagy örömének kitombolása után elutazott Pestre. A karácsonyi palotában szállt meg. Semmi más nem akart ezúttal, mint a Ferenc rendieknél jelentkezni. De hogy a misét megint eldirigálja a Nemzeti Múzeumban, azt nem tagadhatta meg. Sőt, utóbb örült, hogy kedvenc ötletének a Zeneakadémia felállítási alapjának megint pénzt juttathat. A helyárokból 800 forint jött be, amikor a rendezőkkel elszámolt, benyúlt a zsebébe, és kivett még 200 forintot. 800 meg 200 az 1000. Ez a Zeneakadémiái. De mi ez a 200, mester? Az én jegyem ára. Elfelejtettem jegyet váltani. Másnap délben megjelent a Ferenc rendieknél. A gvárdián csendes misét mondott, ezt mély áhítattal végighallgatta. Aztán előlépett a rendfőnök, és latin nyelven beszédet intézett hozzá. Ünnepélyesen felvette a rendbe polgári tagnak. Ez volt az egész szertartás. Utána ebéd következett a refektóriumban. Ott megismertették egy kanonokkal, aki csak is ő miatta utazott fel Egerből. Danieliknek hívták a kanonokat, Szent Erzsébetről írt egy díszes munkát, és mivel újságban olvasta, hogy a nagy zenész Szent Erzsébettel foglalkozik, felajánlotta hosszas búvárkodásának adatait. Egész ebéd alatt nem is beszélt másról a számos köszöntőt kivéve, mint Szent Erzsébetről. Este cigányzenés vacsora volt a Komlókertben, Erkel, Mosonyi, Doppler meg mások. Késő éjjelig húzatta és boldogan mesélte Erkelnek, hogy 10 új rapszódiája van. Hát ön mit dolgozik? Miért nem fordítatja le azt a szép Hunyadi Lászlót németre? Én előadnám Weimarban. Erkel csak ingatta a fejét. Sok a gyereke, a fordítás sokba kerül. Franci elámult rajta. Mások agyon sanyargatják előadási kérésekkel, ez a honfitárs pedig csak búsan legyint a felszólításra. Hosszasan magyarázta neki, hogy ez magyar szempontból is milyen fontos,
az ő előmenetele szempontjából is. Erkel bólogatott és végre megígért, hogy a szöveget le fogja fordítatni. De nem fordítatta le. Franci még Weimarból is sürgette a fordítást, míg el nem unta. És sokszor eltűnődött különös fajtáján, amelynek a boldogulásról, értékei érvényesítéséről, élelmes haladásról fogalma nincs. Csak húzatja a cigánnyal, gyűlöli Bachot, és földhöz csapja a poharat bús magyar lázadásában. Oda vágná az egész életét is, a pohár formájában kezébe adnák.